Cica, pipa, cica, pipa. Erről majd lesz egy témám, most jutott eszembe. Pipa. Szupercellákban gazdag estét kívánok mindannyiótoknak, szegasztok! Sziasztok! Tiszteletem! Viszont hallásra, jó volt veletek! Egy élmény volt, sziasztok! Ez lenne a legrövidebb podcast. Hogy örülnének, hogy hú, oda néz, csak 560 kilobájt! Elindítja, ez meg mi a fasz volt? Az évad legrövidebb podcastje. Igen, igen. Intróstól minden este. Lackó Attila horror. Igen. Ja, jöttem, nem is hallgat minket. Már múltkor majdnem azért lobbizott, hogy hagyjuk abba, úgyhogy lehet, hogy most már nem akar igen. Több órás maratoni podcasteket hallgatni. Ja. Csak bámulni a száguldó betoncsíkot. De majdnem, fölnőhetnénk a Despacitóhoz, hogy ilyen végtelenítetre állítva azt az egy percünket, az élet sava borsa eszenciája benne lenne, és azt hallgatni egész nap. Ismétlődőre. Én sem tudom ám, hogy mi az a Despacito, úgyhogy... Hát ez a jó neked, ez a jó neked. Múltkor találtam egy szórakozó helyet, amit úgy promóztak hétvégére, hogy szombaton egész nap a Despacito fog szólni. És én nem akartam elhinni, hogy ez vicc vagy komoly, és nem komoly volt. Egész éjszaka az az egy szám ment. Hát szerintem ilyen izé volt. Fogadjunk teltház. Igen, és hogy várjál, ki az a diszkós vagy, díszjoké vagy ki az anyám kínja, mennyi TV munkája Tibor. Lehetett, így beállította ezt a gombot, hogy ismétlés, végtelen, és utána elment sörözni, gondolom, vagy én nem tudom, mert tényleg kurva, vagy lehet, hogy meg volt szorulva a szórakozó, és marra nem fizetünk a diszkósnak, tegyük be a Despacitót egész éjszakára. Jobb, Krisztián, jobb, ha nem tudod tényleg mi ez. Borzasztó. Na de, azon kívül, meséljetek, urak! Mi történt veled? Na de, mi történt veletek? És most Krisztián kezdje, mert én azt figyeltem meg, hogy az utóbbi 30 adásban mindig sunnyogott. Figyelted? Persze. Ó, majd addig összeszedem ezt, a tudod, miért lesz jó? Igen, ezt tudod, miért lesz jó, mert most elmondja, és mikor valami közbe jön, hogy az jutott még eszembe arról, amit mondasz, hogy nem, Krisztián, te már elmondtad. Gyerünk, Krisztián, te jössz. Túl sok minden nem történt velem az elmúlt egy héten. Szerintem ez is felvételről megy, mindig ezt szokta mondani. Azt tudom elmesélni, hogy tegnap beszivárgott a valós életbe a cica pipa. Megtaláltam az első teljesen legitim használatát ennek a két szónak. A kettes számú kishúgom nyaralni van, és ezért cica szittelek neki, és átmentem, elintéztem a cicát, nem úgy, hanem ahogy cica szitteléskor szokás, és utána hazamentem, odafordultam Kingához, és közöltem cica, pipa. Igen, Krisztián, és amit múltkori adásban mondtam neked, azt ott a P-nél megint meg kell, hogy kérdezzem, hogy hangfogó fönt van? Torzít a péd. Nem értem a kérdést. Azért, mert torzított a péd. Úgyhogy vagy nagyon közel beszélsz, mert megint inkonzisztens a távolságod, vagy valami van. A hatás kedvéért behajoltam, de egyébként nincsen fönt a hangfogó, de most már fönt van a hangfogó. Na erő. Tehát, fifika. A Charlie lelki szemei elől nem tudsz elbújni, baszki. Hát mikor érzed már át ezt a... Ez a csávó egy denevér, komolyan. Tragédia. Igen, pipából megmondom, hogy hol van az a hangfogó. Jaj, borzasztó vagy. Na, oké, cica pipa. És ennyi. Hát ez nem volt túl sok. Figyelj, tényleg, szerintem jó volt veletek, sziasztok! Ez egy eseménytelen hét volt ilyen szempontból, de majd biztos eszembe jut még ez az, de azt már nem mondhatom majd el, úgyhogy... Úgyhogy mi történt veled, Charlie? És akkor most megfordítjuk a sorrend, Fifikát hagyjuk a végére. De jó. Addig összeszeded a gondolataidat, tudod, Fifika? Hát,
megéltem a poklok poklát, voltam a mennyben, voltam lejjebb is, nagyon durva volt. Fina hét lázban égünk, itthon is, meg máshol is, és a lehető legtöbb rendezvényt azért meglátogatjuk. Volt így például a férfi vízilabdára mentünk ki, női vízilabdára mentünk ki, amire mondtam, ez a nem vízibalat, mi a szinkron döntőre mentünk ki, de kurva jó volt mindegyik, tehát nekem nagyon bejött ott nálatok, ami van az udvarodnál, az ami a szinkronuszoknak volt megcsinálva, és amiről írtam is, és kiraktam a saját oldalamra, hogy baszd meg, nem az, hogy cigarettázni nem lehet sehol, ezt aláírom, de hogy bemegyek a rendezvényre, és a check-in kapu az átvilágítástól kezdve én nem elektromos cigarettázhatok, ez felháborított engem. De a látvány kárpótolt mindenért, tehát már nem a csajok, hanem úgy, tehát hogy fönnültem a lelátón, balra, a Vajdahunyadvára, kurva jól nézett ki az egész, nagyon, nagyon szép volt szerintem. Itt vagytok? Igen. Ja, mert hirtelen olyan a csönd. Tehát annyira érdeklődve hallgatunk, nem, hogy pislogni is elfelejtettem. Valamit bekapcsolt a Skype, és elnémult a sávotok. Szóval ez volt, utána kint voltunk magyar vízilabda, férfi vízilabdán, az zseniál volt, de hát nem volt túl szoros, tehát egy ilyen hatos for, tehát azt hiszem, hogy 6-1-jel zárták az első negyedet, ott annyira nem izzadt meg az ember az izgalmaktól, viszont megfelelő hangulatba sikerült magamat is hozni, akik ott az arénában voltak, tehát meg volt a ki a jó magyarok, hajrá magyarok, meg minden egyéb, az zseniál volt, és aztán jött a magyar női vízilabda válogatott. Hála Istennek még csak tévén, és amit ott leműveltek, én attól sikító frászt kaptam, bazd meg, hogy tudták, hogy az ellenfél más felállásba fog játszani, tudták, hogy az egyik mezőnyjátékosuk visszahúzódik a kapuba, felkészültek rá, és aztán bazd meg így semmi. Lőttünk 6 kapufát, 6 majdnem kaput, 6 kapust, mindent eltaláltunk, bazd meg, csak a hálót belülről nem. És ez így nem tudtam hova tenni magam, és kezdtem ideges lenni, mert a női vízilabda döntőre egyébként pont azért, mert jól mentek a csajok, na mondom, akkor oda megyünk, jegyet vettem, biztosítással Krisztián, mert mindenre fel vagyok készülve. Mi volt a neve? Nyugalombiztosítás. Igen, nyugalom, hogy ott rohadjál meg, Eventim. Meg fogod tudni időben, hogy miért. Szóval a magyar vízilabdás csajok kihullottak, iszonyatos mértékben fölbasztam az agyamat, ők is saját magukét utána, ahogy hallottam, de ez jogos. És akkor másnap úgy döntöttem, hogy jó, eladom a jegyeket. Nem, visszaváltom. Eladom, vagy visszaváltom. És föltettem egy pár Facebookos csoportba, kapva kaptak az emberek, de az olvasás, az értő olvasás hiánya itt is megmutatkozott, tehát ha én azt leírom, hogy női vízilabda válogatott július 28, illetve nem azt írtam le, hanem a július 28 női vízilabda döntő délutáni jegy, 3 darab, akkor ezen azt hiszem, hogy viszonylag jól körbeírtam a dolgot. És akkor jöttek, hogy ez mikorra szól? A magyarok ott lesznek. De akkor most volt, aki már majdnem megveszi, és ja, de várjál, akkor ezen nem lesznek ott a magyarok? Nem, ezen nem lesznek ott a magyarok. Ja, hát akkor tartalon, akkor nem kell. Jó, a neved meg. Nem baj, Eventimet fölhívom. Az első gond ott kezdődött, hogy volt ennek egy dedikált telefonszáma. 30-as telefonszám, Krisztián. Nem veszik föl, de nem úgy nem veszik föl, hanem hogy ki van kapcsolva. Hát mondom, ügyfélkezelésből elégtelen, ülj le, fiam, egyes. Hívom az ügyfélszolgálatuk számát. Hívás a fontos számunkra, kérjük tartsa a vonalat, minden kezelőnk foglalt, elkezdődik a zene. 30 másodperc, bontja a vonalat. A büdös kurva faszba. Ezt eljátszottam körülbelül 40-szer egymás után,
és mikor már kellően idegállapotban voltam, na akkor fölvették a telefont. Mondom neki, hogy az van, hogy közben jött valami, és hogy de vettem ezt a biztosítást, szeretném akkor visszaváltani a jegyet. Azt mondja, és mi jött közbe? Hát mondom, így valami. De hogy mi valami? Hát, hogy ez miért érdekli? De hogy azt mondja, mi valami? Mondom, ez komolyan fontos? Hát igen, hogy orvosi igazolásom van. Hát várjál, mondom, visszamentünk az időbe, általános iskola, vagy mi a faszom? Nem, nem. Hogy ez benne van nekik az ASF-be, vagy a gyíkba, vagy a faszom anyám kínja tudja, hogy mibe, hogy csak ilyen tehát tudod, mint mikor a repülés mondasz vissza. Tehát valami ilyen orvosi papír kell nekik arról, hogy te azért nem, mert mit tudom is én szült a kutyám, fájt a hajam, mit tudom is én kihullott a szemem. Na, mondom akkor, és mikor ezt megvásároltam, mert tudod, akkor egy ablak van, 20 másodpercet, hogy megvedd a jegyet, és akkor kijön a nagy pop-up banner, hogy érezd magad biztonságban, bármi közbe jön, a jegyedet vissza tudod váltani. Mondom, na, ez a bármi jött most közbe. De hát ez csak így nem lehet. Ez... És akkor küldjek egy e-mailt, hallod? Küldjek egy e-mailt, írjam le a pontos esetet a faszom tudja milyen eventim.hu-ra. De mondom, addig van másfél nap. Tehát, és akkor utána, ha valaki későn reagál, akkor ki fog nekem válaszolni? Akkor meg majd az lesz, hogy későn szóltál, már elmúlt az esemény, akkor baszhatod. Mondom, ahhoz azért picit drága volt a jegy. Aztán valamit még mondtam neki, ő is mondott valamit, akkor már válaszoltam neki, és utána bontottam a vonalat, na, és föltettem hirdetni. Végül is sikerült eladni. De hát ezt senkinek nem kívánom, ezt a kanossza járást. Azóta meg csak tévében nézzük az úszást, vízilabdát, Sajtbure ezt zseniális a figura, hallod? Hát nem hiszem el, bazd meg, hogy tizedre azt tudja úszni, amit az edzője mond neki, mondjuk mind a kettőt átcsel Laci is. Úgyhogy minket itt a családban, szűkebb környezetemben, veled ellentétben egész jól szórakoztat a vizes VB, és azoknak a számai. A férfiak, hála Isten, jól szerepelnek a vízilabdán, ennek örülünk, aztán majd a végén meg lesz a mérleg. Mai nap, hát ugye csütörtökön veszük föl most ezt az adást, mert tegnap dolgoztam, meg neked is más dolgod volt, Krisztián, de a Hosszú Katinka is bronzérmes lett 200 pillangón, úgyhogy menőség. Ezek valami sportolók? Tessék? Ezek valami sportolók? Hát én elhiszem, Krisztián, hogy szerinted hipster dolog nem tudni vagy úgy csinálni, mintha nem tudná, hogy igen, ezek sportolók, de ennyire nem kell megerőszakolnod magad, tehát nyugodtan kimondhatod, hogy tudod ki az a Cseh László, vagy Hosszú Katinka, vagy Szilágyi Liliana, vagy Kapás Boglárka, nyugodtan. Tehát ők igen, téged képviselnek a vizes világbajnokságon. Engem biztosan nem. Igen, mert te lennél, ki volt az a balta bazd meg, aki az olimpián majdnem megfulladt az 50-es medencébe? Jaj. Az nem tudom, melyik országból. Igen, kb. Aki még sose látott vizet, csak ott először. Hogy hú, de hosszú ez az 50-es medence. Igen, Krisztián, ezek sportolók. Ja. Na, de minket ez érdekel. Leköt, hogy úgy mondjam. Tehát most az M4 megy folyamatosan. Inkább csak azért basz föl az ideg, hogy itt megy fullban, egyfolytában a HD csatorna, és én elhiszem, hogy a víz a legszarabb dolog HD-ban közvetíteni, mert mozog és iszonyat, amit ott a hullámzás le tud művelni, és ahhoz tényleg kéne a sávszél, de hát botrány, ami HD adás címszó alatt jön a szolgáltatótól, csatornától, tök mindegy, hogy ki az, nem más szolgáltatótól is hallottam, nem csak az enyémtől, direkt nem mondom, melyik az. Úgyhogy velem ennyi történt igazából a héten. Megszabadultam az I-tól, megszabadultam a GT1-től, pont a mai napon. Még van egy GT2-m, amit el kék passzolni valakinek, és ennyi, megint kicsit racionalizáltam a készletet. Ennyi. Ügyes vagy. Köszönöm, apa. Jaj.
Hát velem se túl sok történt a héten. Reggeltől estig dolgoztam. Legalább nem vízi világbajnokság. Mondjuk azért követem az eseményeket, tehát vízilabda érdekelt, meg a hosszú katinka féle sztori, de tehát tudom, hogy kiről beszél a Charlie, meg kikről beszél. Inkább az itteni, mit tudom én, is ilyen politikai vízhangok, meg ezek azok voltak az érdekesek. Azokat olvasgattam. Ja, és hát elkezdődött a Trónok harca, gyerekek. Tehát, ó, igen. Új évad, amire megint egy évet vártunk. Úgyhogy minden hétfőn Trónok harca. És nem tudom én, ilyen lemaradásokat pótolgatok, hogy Wonder Woman, tehát Jézus Mária. Szóval minden szar cifit megnézek, mert így kezdek kifogyni a nézhető dolgokból, és közben hangos könyvet hallgatok, ami szerintem egy zseniális találmány. Tehát ugye egyrészt rászoktam a 8 órás oda-vissza utakon, hogy ha nem zenét hallgatok, hanem hangos könyvet. És most már egészen, tehát eddig mit tudom én, voltak sci-fik, meg ilyen rádió játékok hangos könyvbe, és akkor most már egészen odáig fajultam, hogy már ilyen történelmi regényeket hallgatok. Révai nagy lexikon a hangos könyv. De érted. Fifika mondani, meg, hogy ez a hangos könyv, ez nekem olyan annyira 20. századi podcast-szerű dolog. Végül is az az nem. Ős atya, szerintem. Micsoda? Az az ős atya a podcastnek. Tehát ez a hangzó anyag így átvíve az emberhez fogyasztásra, ez akkor volt igazi reneszánsza. Gyakorlatilag olyan, mint a meselemez volt régen. Sőt, azt hiszem, hogy podcastből is van biblia sorozat magyarul, például. Kvázi, igen. Ráadásul rengeteg amatőr hangoskönyv létezik. Én találkoztam múltkor emberrel a Slack csatornánkon, aki hát így hangos könyvet dolgozott föl podcast epizódokra, tehát kezd oda is beszivárogni a dolog, szerintem nem rossz ötlet egyébként. És teljesen jó dolog, mert vezetés közben nem tudsz olvasni ezt, azért lássuk be, illetve mit tudom, hogyha leülsz, én például szeretek így leülni, címkézni, meg dobozolni. Mert olyankor így kikapcsolsz, tudod, hogy csinálsz egy ilyen halálmonoton dolgot, és nem gondolkozol azon, hogy most éppen ki fog veled kikúrni, vagy ki nem. És olyankor is hangos könyvet szoktam hallgatni, és ez így teljesen kikapcsol. Tehát ez lehet, hogy ilyen hülyeségnek tűnik, pedig nem az. Tehát nem kell gondolkozni, érted? Csak hallgatod az igét, és közben csinálgatod a kis monoton munkádat. Úgyhogy velem ez történt gyakorlatilag a héten. Ami viszont nagyon érdekes volt tegnap, képzeljétek el, fölhívott egy elcigis fickó. Tehát így... Láttam a Facebook oldalon az Egyesület telefonszámát, és így felhívom. És akkor nem jelpott ki, mivel tudok segíteni. Ugye elmondta, hogy a Facebook oldalon találtam a telefonszámot, és egy segítséget szeretnek én. Mivel tudok segíteni? Szóval mondja már meg neki, hogy hol lehet elektromos cigarettát használni. Vagy hol nem. És tudod, így először megdöbbentem, mondom, ez az ember hol volt ideig, és akkor mondta, hogy hát ő gyakorlatilag 2 nap óta használ egy cigarettát,
és nem tudja, hogy mi van, mert Londonban lehet, azt látta, meg izé, és hát mondom, sajnos Magyarországon a hatályos törvények szerint sehol sem lehet elektromos cigarettát használni, ahol dohányozni sem lehet. Ezt a marhaságot, és így jöttek ezek a megdöbben. Hát ez hülyeség. Hát igen, tudom, ne haragudjon, tehát nem én írtam ezt a törvényt, meg higgyel, hogy éppen eleget, és van alkotmánybírósági panaszunk is benne. És akkor így beszélgettünk egy pár percet, és letettem a telefont, és így megdöbbentem, mondom, Jézus Máriám, tényleg, akik eddig dohányoztak, és pont elébe szarták az elektromos cigaretta sztoriát, mert nem is érdekelte őket, meg abszolút meg se fordult a fejükbe, hogy egyszer nekik erre szükségük lehet, hogy azok most mekkora szarba lehetnek, érted, hogy úristen vett, ugye szakboltba vett egy ezt ilyen, így közben mutattam ezt a dupla, tripla macska körmet, vett egy elcigit, és nem tudja, hogy hol lehet ezt használni, vagy egyáltalán. És akkor még ugye a technikai részekre ki se tértünk, tehát hogy hova fog fordulni, hogyha elkezd folyni a kazánja, hogyha mit tudom én, letérdel az akkumulátorra, tönkre megy a töltője, vagy bármilyen katasztrófa következik be. Szóval, na, érdekes volt. Nekem is volt egyébként pont a héten egy de ez ilyen. Ez azért aranyos. Ja, mondja Cseri. Hogy pont a héten volt egy ilyen, hogy az ismerősöm fölhívott, hogy a apósának a testvére szeretne elektromos, hol tud venni? Hát mondom, most ne kezdjük el. Tényleg mindig, ilyenkor így a legszívesen azt mondanám, hogy eddig hol élt barlangban, hogy eddig mit csinált, tévét nézett, vagy aludt, téli álmot, de mindegy, hát ha most ért el valaki erre a pontra, oké, de mondtam neki, hogy igazából én már nem tudok ebben segíteni, tehát most én küldhetem ide, vagy oda, vagy amoda, mondom, nézzen szét trafikba, ráadásul nem is Pesten lakik az illető, hanem egy nógrádi kisvárosban, egy Nógrád megyei kisvárosban, hát mondom, ott a trafikban, hát ott nincsen. Na, hát mondom, akkor itt kezdődnek a bajok. Tehát egy ilyen dohányzásról leszokni, vagy az az ember, aki eldönti magában, vagy megérik a gondolat, és akkor mondasz neki, hogy hát, hogyha akarsz venni valamit, vagy likvidet, akkor vedd a nyakadba a várost, vagy nem is a várost, ugye, hanem üljél fel a buszra, és akkor utazzál legalább mondjuk egy órát, hogy Pesten találjál valami, hát nem egy órát, mert Pestig elutazol, és még onnan még egy fél órát, vagy hogy esetleg nézz át mondjuk Salgótarjánba, vagy ide-oda, mondom, tehát én már jó, adtam neki 2-3 linket külföldről, de mondtam neki, hogy ez olyan, hogy vagy bejön, vagy nem, vagy megkapja, vagy nem, vagy jó, vagy nem, vagy működik, vagy nem. És úgy, hogy például, akit múltkor mondtam nektek, hogy a kollégám eldöntötte, és hogy csinálja, és elmegy, és megvette a... hol, valahol ott Osziék környékén, tudjátok. Uh-huh. És akkor 10 millis folyadék, de erős, de gyenge, de anyám kínja, ilyen kis pikóval használta, egy, azt hiszem, egy dvarve, vagy ká, vagy tököm se tudja, nem is érdekes a téma szempontjából. De azért mindig éreztem, hogy kicsit cigiszagú, kicsit ez, kicsit... Hát mert úgy szívott mellette azt is. És akkor valamikor mostanában lejött a tetőről, mondom, ne haragudj, nagyon büdös vagy. Mármint, hogy nem úgy, hanem, hogy cigi. Na, mi van? Nem jött be? Hát nem. Na, hát ezek mentek el, fiúkák. Nem lehet... Én most már azt kezdem érezni, hogy nem lehet minden egyes átszokni... Az átszokáson gondolkozónak egyenként fogni a kezét, mert az neked, nekem, neki, X-nek, Y-nak, Z-nek az életéből vesz el súlyos órákat, napokat, most azért jön, mert folyik, most azért jön, mert nem folyik, most azért jön, mert éget, most azért jön, mert elfogyott, most azért jön, mert mit tudom is én. Ezt nem lehet egy emberként, két emberként, X-nek, Y-nak, mert az elsőnél még kihívás, a másodiknál szórakoztató, a harmadiknál kezd unalmas lenni, a negyedik embernél már fárasztó, és az ötödiknél már gyilkolnál. Igen, és erre mondom én, igen, ezért voltak azok az emberek, akik ezért kapták a pénzüket.
ott álltak az elektromos cigaretta boltban, vagy a webshop lerakatában, akihez oda lehetett menni, és ő pénzt kapott azért, hogy napi 8 órában elmondja, hogy te miért nem csinálod jól, vagy neked mi lenne a jó, vagy ez, vagy az, vagy amaz. De nem, tehát ezt abszolút kigyilkolták, és szerintem nem lehet senkitől elvárni azt, hogy 55 embernek, aki úgy most így tudod így, nem azokkal van a baj, akik ilyen kemény vonalas, tehát mindenki magából indul ki, tehát nem úgy állnak hozzá a dologhoz sokan, mint mondjuk mi elkezdtük, hogy nagyon érdekel, nagyon olvasunk, akkor még volt azért ennek szakirodalma is, így erős idézőjelek között, lehetett kihez fordulni, könnyebb volt, de most ezt nem lehet már ezt csinálni. Fárasztó, és amikor a hülyeséget olvasom egy fórumba, és aztán valaki onnan, aki hülyeséget kérdez, rám ír privátba, és aztán már a harmadik nap után már, hogy nincs-e valami levegős drip-tippem, meg valami levegős kazánom a tököm, vagy módon valamilyen készülék alá, de lehetőleg maradjunk $30 alatt, föltettem a kezem, ne haragudj, $30 alatt nekem nincsen készülékem. Nem is tudok ilyen készüléket, nagyon rég nem volt ilyen készülék a látómezőmben, ami nem baj neked, csak én nem tudok ebben tanácsot adni. Aztán egy idő után persze, hogy te vagy hát úgy, hogy én leszek a köcsög azért, mert nem segítek, de hát nem lehet ezt szerintem bírni. Nem? Vagy hogy gondoljátok? Hát nyilvánvalóan minden egyes embernek 24 órából a nap, és 24 órából áll a nap, és tényleg nem tudsz kerületeket ellátó korábbi szakboltok tanácsadó szolgáltatását a nyakadba venni. Bocsánat, és még az jutott az eszembe, hogy ugye van az az ember, aki, amit mondtam, hogy mi is ez az utánajárós, nagyon érdekli, nagyon benne akar lenni, és van az, aki így egy ilyen ötlet jön neki, tudott tegnap, hogy mi lenne, hogyha ma így kipróbálnám, és aztán lehet, hogy egy hét múlva megint a sodrósat szívja, de akkor nekem az életemből elvett ott másfél órát. Épp ezt szerettem volna kidomborítani, ezt a részét, hogy az az ember, aki egy minimális útbaigazítás után nem tud kutakodni a neten, utána nézni, utána járni, videókat megnézni. Szóval én azt gondolom, hogy olyan segítséget kap, most gondolj bele abba, hogyha az elektromos cigaretta, nem is tudom, tehát nyilván ti ezt nem annyira érzitek, de mondjuk a 70-es vagy a 80-as évekbe kezdett volna térhódítani, és mondjuk nem lett volna internet, meg YouTube csatorna, meg nem tudom én mi. Bocsánat, mi szabadat ne feled, tudod mi lett volna akkor? A pecsában e-cigi cserebere. Azaz. Igen, meg lett volna, mit tudom is én, ilyen szamizdat kiadványért, tehát hogyan tekerj címmel, vagy nem tudom, az is lett, hogy a Móra Ferenc kiadó kiadott volna ilyen elcigizzünk együtt könyvet, vagy fogalmat. Fürge újjak elcigizésre. Szabás minták fűtőszál tekeréshez. De hát csak annyit akartam mondani, hogy ilyenkor olyan arrogánsnak hathatna a dolog, hogy ecigitesztek.hu. Föl lehet menni, ha csak a teszteket nézzük, az is sok, de mellette a podcast, a Wikipédia, a kérdések, a válaszok, az anyám kínja, és amikor annyit nem tud az ember fölfogni, hogy a tudásbázisba elküld egy ilyen kérdést, próbáljátok értelmezni, és hogy ennek hol a helye, tudásbázis kérdés. Sziasztok! Miért nem engedi a weboldal, hogy a saját jelszavamat adjam meg neki? Ezt föltette tudásbázis kérdésként. Ott van a kapcsolat menüpont. Ott meg tudnák kérdezni. Nem. Tudásbázis kérdés. Azt meg. Na. Eltévedt. Hát, igen. Két kattintásnyival arrébb. De hát amikor ennyi minden egy helyre össze van gyűjtve, és nem nehéz valahol... Tehát
egy órákat el lehetne baszni. Ecigitesztek.hu. Hoppá, oldalt vannak linkek. Ecigi.info, vaper.hu. Átmegyek, és így napokat elkúrnék azzal, hogy olvasok, nézek, befogadok. De az ötlet szinten jövő emberek, hogy mi lenne, ha vennék egy ilyet, mennyi az, olyan, mint a vízipipa, idáig terjed, ja, meg a fű, meg a pálinka lehet-e belerakni. Ennyi. Tehát az ilyenekre tényleg fölöslegesnek érzem az energiát. Akkor... Jönnek ezek az, ajánljatok már valamit. Igen, de nagy legyen ám a füstje, mit? Baszod. Mit? Mit szólnál egy jó kis életbiztosításhoz? Még van ez a remek porszívóm, kérlek. De ez a kérlek alásan is, hogy a okuláridat egy picit megemelni, így az orrod nyergébe föltolnád, kérlek alásan ajánlanék neked egy nagyon jó ETA 1600 porszívót, szívó-fújó üzemmódban tudnád takarítani vele a kazánkádat. De ja. Charlie, mindezt úgy kellene érted egyszer, hogy így beöltözni, koffer a kezedbe, és így becsöngetni. Ugye te írtál a Facebookon rám. Cilinderrel szigorúan. Kedves uham. Krisztiánt el tudnám képzelni ebben a szerepben. Nem. Én hidegrázást kapok Rátonyi Róbertől. Tőle nem, én is. Én nem... Akkor is, ha nem szólalt meg, én a fogától, meg a szájától. Nekem ő olyan volt, mint a bohóc egyébként. Igen, abszolút ripacsnak tűnt amúgy. Nyilván egy óriási szakmai tudás volt, csak én már akkor sem díjaztam az operettet, mint műfajt. Igen, az operetta a sznobok popzenéje. Vagy a szegény ember operája. De most, hogy hallottam, hogy az üres seres doboz az asztalon zörgött, egy picit tudtok beszélgetni? Én is hozok egy pattintósat, mert van málnás. Tudunk beszélgetni. Addig gondolkozz el, Charlie, hogy jövő héten egy jó csárdás királynő. Oké, ha lekolásson! Jaj. Van a leáhozott cilinda a faszteken. Aranyos kám. Jaj, szóval... A pöbeles nyakkendőd meg már megvan. Azt már kell megvenned. Nem tudom elmondani. Na mindjárt megvárjuk, amíg Charlie jön. Mondja. De azon gondolkoztam, hogy ennek a sztorinak van egy másik oldala is igazából. És az, hogy egy ilyen kérdés mondjuk elvesz a Charlie idejéből másfél órát, az egy dolog, nyilvánvalóan Charlie-nak véges számú másfél óra áll rendelkezésre egy napon. A másik oldala ennek az éremnek az az, hogy ha ez az ember a jelenlegi körülmények között nem fogja megtalálni a számítását az elektromos cigaretta terén, akkor, mint ahogy Charlie is mondta, hogy szegény kollégája egyre kevesebbet elcigizett, és egyre inkább füstszaga lett, és aztán valószínűleg a végén teljesen visszatér. Tehát, hogy ha megmarad a dohányzásnál, akkor ez az ember a saját életéből fog a végén elvenni mondjuk 10-15 évet. És nem is az a másfél óra versus a 15 év a kérdés, hanem hogy ez a helyzet, ami most van, ez az információ hiány, a szakboltok és a szakszerű kiszolgálás és a kiszolgálás során történő tájékoztatás teljes hiánya, ami van. Ez egy ilyen szitu, ami olyan embereket, akik az ártalomcsökkentés eszközével szeretnének szabadulni a dohányzás markából, egész egyszerűen sokuknak nem fog sikerülni, mert előállt ez a helyzet. És ez a te tetted ezt dohányzás fókuszpont kategória, és borzalmas, és szerintem ezek az emberek még mindig teljesen nyugodtan hajtják álomra a fejüket esténként, és zéró lelkiismeret furdalásuk van ebben a kérdésben, és aztán minden egyes alkalmat megragadnak, hogy jajongjanak, hogy jaj, de sokan dohányoznak ebbe az országba. Hát köszönjük szépen, nem dohányoznának ebbe az országba, hogyha nem lennétek ekkora balfaszok, mint amekkorák vagytok. Féltem, hogy nem mered kimondani, de kemény voltál. Igen. Én most olvastam valahol egy cikket, ahol pont ilyen összefüggéseket vizsgáltak, hogy minél inkább tiltották a dohánytermékeket, annál jobban nőtt
Tehát én még egyszer mondom, üssé vagyon, nem tudom az összefüggést a két terminus között, hogy minél jobban tiltasz valamit, annál inkább nő a fogyasztás. Vagy minél inkább szabályozod, annál inkább nő a fogyasztás. Egyébként, ha megfigyelted, az utóbbi talán 3 vagy 4 évben már nem is közölnek ki statisztikákat, nem lobogtatják, hogy mennyit csökkent Magyarországon a dohányzók száma, mert egyébként meg folyamatosan nő. Tehát ez egy borzasztó ördögi kör. Épp ha már erről beszélünk, csak egy tényleg egy pici ilyen macska hurkot tennék a dohányzás világába, hogy mennyire visszatetsző dolgok ezek, hogy Magyarországon a Szivarka című sztorinak egyszer csak valamiért a jövedéki adója iszonyatosan lement. Megjelentek az ilyen 10 szálas, baromi hosszú szivarkák, amit ketté lehetett vágni, és gyakorlatilag 20 szál cigaretta lett belőle. Azt nem vitassuk nyilván, hogy milyen minőségű, de hogy ez lett. Most ugye elkezdődött a száraz cigarettának az adóemelése, kivonták a klikkes, tudod, az ilyen pattintós cigaretta termékeket, és egyszer csak megjelentek a piacon nagy nevű márkák, tehát olyanokat képzelje, mint a Marlboro. Megjelentek pattintós, mentolos szivarkával. Olyan áron, hogy mit tudom is én, 70%-a a cigaretta árának. És nyilvánvalóan látszik, hogy a piac azt fogja csinálni, hogy ha emelik a dohányterméket, akkor nyújtanak egy alternatívát, amit a dohányos majd választani fog a drága dohánytermék helyett, és nem fog tudni kilépni ebből a körből, mert ugye azt tudjuk, hogy a jövedéki adóval terhelt elektromos cigaretta, hogyha valaki mindent betart és Magyarországon vásárol, az majdnem, hogy többe kerül, mint ezek az egyébként olcsó dohánytermékek. Fifika, tehát... bocsáss meg, eszembe jutott erről, amit mondtál, az, amit nyilatkoztál, és ezt nem írtuk be az adásmenetbe. Múlt héten beszéltünk a riportotokról? Melyikről, meg kettő is volt. Meg nem mondom neked, a Zoomos. A Zoomos. Nem beszéltünk róla. Akkor a JTR-ben beszéltünk róla. Nagyon szimpatikus volt a nyilatkozatod, zseniál volt, és ott volt talán slukra lebontva a... Igen. Csináltál egy ilyen számítást? Igen, és én meg innen is csókoltatom az újságírót, mert végre egy olyan ember, aki csinált velem egy interjút, én mondtam neki, hogy még hova nézegessen el, és hogy egy picit tájékozódjon ebbe az egészbe, és hogyha megnézed, akkor ő azzal zárja a végét, hogy bement fórumra, bement Facebook oldalra, megnézte, hogy milyen a kezdőknek milyen problémái vannak. Tehát, hogy tényleg csinált egy ilyen széleskörű tájékozódása volt a témában, és szerintem az utóbbi idők egyik legjobb ilyen cikke, ami megjelent a magyar sajtó környékén. Nagyon és várom egyébként már, hogy kilépjen a beta fázisból a maga a Zoom.hu. Igen. És tudjuk, hogy egyébként tényleg lelkiismeretes és jó újságírók verődtek a Zoom tájékán össze. Nyilván ők is soros bérencek, tehát ezzel nincsen probléma. Én már kezdem szeretni a soros bérenceket. Vettem már ilyen plüss migránst, hogy tudjam simogatni. Hú, de baromi jó ötlet, nem? Charlie, nem szállsz be? Erről tudod, eszembe jutott az üvegtigris. Gyártunk plüss migránsokat, érted? Hát úgy se engedik be őket az országba, bazd meg, legalább
lenne ilyen, tehát tudod, az ilyen elfajzott, ilyen Krisztián félék, azok megvennék. Emlékszel a teljes szettet. Emlékszel az Üvegtigrisben, mikor a Lali meg a Gaben hátul, hogy figyelj már, lennének ilyen kis plüss malacok, fej nélkül. Érdekel? Azt mondja, fej nélkül, és mit csinálunk vele? Hát nem tudom, eladjuk. Miért te vettél ilyet? Hát persze, jó áron volt. Hát szóval ez is, hogy megyünk ki egy kis plüssmigránsok. Jaj! Édes Istenem! Te kidobtad, amit én ide hoztam neked? Ó, ne sértődjél már meg, Gaben. Nem, Lali, nem. Ki volt? Róka. Róki, ne sértődjél. Róki, ne sértődjél már meg. Én most innen mindent elviszek. Hála a jó égnek. Jaj, nagyon finom. Na és visszakanyarodva a cikkre, azért a cím, amit adtak neki, az szerintem zseniális volt. Hát, de Frank, eddig eszedbe se jutott. De ez van, bazd meg. Ez van. Nem? De, ugye? No. De, ugye? Nem? De, na, már megint igazam van. Érted? Tehát az amerikai szesztilalmat összehozni az e-cigarettával zseniális húzás volt. És valószínűleg nem is látta a Billion Lives-t. És nem is látta a Billion Lives. Pedig ott megvolt ez a párhuzamja. Című filmet. Én csak elpanaszkodtam neki egyébként, hogy Fifika. Tényleg azért... Megvilágosodtam. Igen? Meg kéne hívni, hát nem meg úgy meghívni, hanem hogy egy egyszer megnézős videó erejéig neki elküldeni a Billion Lives-os mozit. Mit szólsz hozzá? És akkor lehetne a folytatása neki ennek a sztorinak, hogy hopp, ez van. Nem csak nálunk, máshol is faszok. Mit szóltok hozzá? Ez csak most patantam. Én támogatom. El se hiszem, beszarok, mind a hárman egyet értünk valamiben. És Mujó fizetné. És ebben is ketten egyet értünk. Oj! Te most már akkora Rothschild vagy, hogy nem igaz. Ó, hogy nem. Is. Jó, hát annyira nem volt azért alapos, tehát nem láttam benne párásító podcastet, nem láttam benne e-cigi teszteket, nem láttam benne e-cigi.infót, se gőzlérblogot, tehát azért na, lehetett volna ez a még alapos. A gőzlérblogot én javasoltam neki, szerintem azért onnan is épített be egy-két dolgot. Na jó, de hát ez lehetett volna H1-jel. Meg szerintem ő beszélt a Szúnyog Tamással is. Igen, az emlékszem, benne volt. Ja, igen, meg is említi a Tamást. Figyelj, akkor még ezt a sztorit el kell, hogy mondjam, mert szerintem ilyen a világon nincsen. Tehát én most már azon gondolkozom, hogy ezt komolyan mondom, megérne egy próbapert. Tehát az Eminek én úgy fizetek be, vagy úgy fizettem be 1.900.000 forintot, hogy nincs számla. Fuck this. Az hogy van? Ó, biztos hát valami elektronikus. Van, hogy majd elküldte levélbe, hogy fizessen be az 1.900.000-et erre a számlaszámra. Nigériai szemétláda, Emmi. Vagy olyan, mint a... És majd utána kapok róla a számlát. Ó, ez olyan lesz, mint az iparkamara. Hogy ez hogy? Hát ez... Érted? Most ezt így elmeséled a könyvelőnek, azt annak a haja égnek áll. Hát, hogy mi? Ne bonyolítsd ezt túl. Egy e-mailre való túl hivatkozás? Vagy mi? Tehát, persze, kinyomtátod az e-mailt, berakod a könyvelős anyagok közé, és ha megkérdezi a könyvelő, azt mondod, de hát azt mondták. Hát de itt van, hát ez egy becsületes nigériai. Igen, egy nigériai király kérte, azt mondta, hogy utalni fog utána. Meg nekem jó lesz. Azt ez mondta, bemehetek kész a magyar trafikokba, hogyha elutalom. Te ez nem ütközik szerintetek a számviteli szabályzattal, vagy bármilyen dologgal, érted? Hogy nincs egy proforma. Nem, szerintem nem. De nekem ütközik most így föltámadt egy jövőkép bennem, hogy ez minek az előszele. Igazából. A pessimista énem, az Emminél most ott van az a lista, hogy kikre kell ráküldeni a NAV-ot. Nézzétek már meg, hogy mire fizettek ki ezek számla nélkül ennyit és ennyit. Zseniális lenne.
Na jó, csak ugye az a vicces ebben, hogy szerintem egyetlen egy magyar cég sincs köztük. Amúgy. Tehát... Ja, az mondjuk lehet. Nincs hol bekopogtatni, érted? Vagy retikült a földhöz baszni. De jó. Egyébként erről jut eszembe. Ha már azt mondtam, hogy retikült földhöz baszni, akkor a 45. percnél megemlíteném és belecsapnék a témák hömpölygő sodrába, ugyanis a kezében robbant el az e-cigi címmel megjelent. Megjelent a felelős újságírás hiánypótló riportja a tévében. Tények, magazin, bulvár magazin, már-már a fókuszi magasságukba emelkedő műsor. Egy Minszki nő. Igen, azt mondja, hogy a kezében robbant fel az elektromos cigaretta, ezt mondja a nő. Szerinte csak a szerencsém múlt, hogy nem lett tragédia, megmaradt a keze, ugyanis a robbanáskor hirtelen eldobta az e-cigit a táskájával együtt, majd a földön eloltották a lángokat. Korábban is történt már hasonló eset elektromos cigarettákkal. Ez kurva jó. Egyébként a videót, ha bárki megnézi, azt láthatja, hogy a kibaszott retikülje robban egyet, mert biztos bekúr. Ó, a másodikat pattintja a fiú. Szóval, mert bekúrt a táskába biztos szilikon kupak nélkül az aksiát és a kulcsomójával zárlatot képezett. Illetve egy nagyon LR kazánt csinált a táskájában. Ennyi. De ez, hogy a kezében volt és eldobta. Az volt a vicces, hogy fölhívtak, és hogy nyilatkozzak. De mondom, hogy nem is láttam a videót. Hát de nyilatkozzak. Már hogy a tények? Hát, igen. Hát benne vagyok a riportban, Charlie. Bocs. Te voltál a nő, akinek kigyulladt a táska? Igen, nem én a metró ellenőr voltam. Hogy nyilatkozzak, és akkor mondom neki, hogy tehát nem láttam a videót. Jó, akkor 10 percen visszahívjuk, és 10 perc alatt nem találtam meg a Minszki metrós videót, és akkor kérdezte, hogy hát mi a véleményem? Hát mi lenne? Tehát mondta neki, hogy itt nem az elektromos cigarettát kell nézni. Lítium ion, akkumulátor, megütik, rövid zárba kerül, nem rendeltetésszerű terhelést tesznek rá. Elpukkan. Érted? Hát ennyi. Egyébként meg nem robbant föl a nő kezébe, ha megnézted, hanem szabályszerűen a gázelvezető nyílásokon kitört a láng. Ennyi. Érted? Vagy nem tudom. Tehát, én erre nem esküdnék meg, hogy a táskájába volt a cucc vagy a kezébe. Én úgy vettem ki a videóból, hát jó minőségű, nem egy 4K videóból, minőségű igen. Videó volt, hogy a táskáját ledobta, és belülről így kifele, mint egy kumulatív lángsugár. Tényleg, bazd meg, lehet, hogy egy RPG volt nála, faszom. Azt mondják, hogy e-cigi. Ha, mekkora buzik ezek. Minszki, na, ráadásul ruszki. Adott. Ennyi. És akkor kérdezte a srác, hogy ez milyen gyakori. Hát mondom, figyelj ide, mondjuk 10 millió elcig is van Európában. Mikor volt utoljára ilyen sztori? Hát tavaly. Jó, mondom, akkor 10 millióból 2, egy év alatt egy, az sok. Mondom, telefon, zseblámpa, tehát bármi. Ezt miért nem kérdeztél vissza, hogy esetleg van valami szám, hogy dohányzó ember tévénél éjszaka elalvás után hányszor gyújtotta magára hányszor a házat? Hányszor gyújtotta föl magát, mert szerintem nem egyszer, értem. Igen. Arányaiban. Ezzel kapcsolatban azt szeretném kérni, indítványozni, javasolni, hogy és mostantól tiltsák be a vidámparkokat, bohócokat, és minden egyéb ilyen félelmetes szórakoztató eszközt, a bohócot is szórakoztató eszközhöz sorolnám, ugyanis 27-e van, pont ma jött le az Indexen, sajnos őrületes nagy balesetnek tudnám csak mondani, és videóra is vették, elromlott a körhinta, az, ami egy ilyen kar, és azon tartja a székeket, az embereket, tehát nem ez a körhinta, hanem
valami ilyen kar így lóbálja jobbra-balra az embereket egy ilyen félkörívben. Kezében robbant fel a körhinta? Kezében robbant fel a körhinta, illetve a kezében is. És mikor meghallod azt a hangot, tudod, mikor kiszállsz a körhintából, és ez a híd, vagy pneumatikus, vagy tököm tudja milyen, így kiengedi a levegőt, és akkor ki tudod nyitni magad. Na és ezt mikor menet közben hallod, az alsó csúcsponton, és halad tovább a gépezet, csak halasz egy ilyet közül, hogy psz, az nem olyan megnyugtató, és a következő pillanatban azt látod, hogy egy komplett széksor repül le róla, és még emberek ott, akik ott a körhintán voltak, vagy ezen a akár micsodán, azok még egy-két ember így hullik le jobbról balról, mondjuk ez ilyen, nem mondok sokat, 10 méter magasságból, azért nem olyan egészséges ám mondjuk tarkóval csillapítani a betont. Ez történt. Egy 18 éves fiatal meghalt. Még egy 13 éves gyerek is van a sérültek között. Egyébként sokan vannak, hát bazd meg, ott feküdtek mozdulatlanul a székben, ami a földhöz baszta őket. Tehát legalább 4 embernek válságos még az állapota. Az Ohio-i Vidám Park elnézést kért Twitteren, bazd meg, részvétét fejezte ki. Hát ez egy zseniális sztori egyébként, Twitteren, bazd meg. Na, ez is kurva veszélyes. Sőt, hát, tiltsuk be. Tiltsuk be. Csámi, lesz az utómunkával gondod, itt elkezdett szakadni az eső. Nem baj, nem baj. Már múljon nem meg szirénázik, tehát. Igen, beindult a szirénázás. Egy kis életszagú. Megbocsántatok egy percre, amíg teszek egy biológiai kört. Hát két sör után már én ezt akartam mondani, megy az arcoskodás itt, bazd meg, két sört fölpattint, azt utána meg biológiai szükséglet, mennyi Isten hírével, de is halljunk rólad. Szevasz! Na, jövök szóval... rögtön. Oké. Okay. Szóval, Fifika, látod, akkor itt most az lesz, hogy tiltsak be az összes körhintát, mert egyébként itt hirtelen a kormányzó azt mondta, ugye, hogy az összes Vidám Parkot zárják be az államban, és a biztonsági vizsgálatokat ejtsék meg, azokon az embereken... De ember is záratta, nem? Igen, 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 de azokon az embereken már nem fog segíteni. Nem. Ez egy sokkal gyorsabb lefutású baleset egyébként, mint mondjuk az elektromos cigarettának kijelenthetnénk azt is, hogy nincsen a tudásunkban, illetve nincs az ismereteink között megfelelő számú bizonyíték arra, hogy a vidámparkok baleset nélkül tudnak működni. Ezt itthon el lehetne játszani. Nem tudunk a hullámvasútakról még eleget. Igen. Ennyi. Amellett, hogy tényleg borzasztó szomorú a dolog, de... De ezt lehetne továbbfűzni, Charlie, mert szedjék le a kurva telefonokról a selfie kamerákat. Jaj, ne is mondom, Margit sziget. Margit sziget, bazd meg. Naponta halnak meg emberek egy kurva selfie miatt. Hát hallod, én azt nem akartam elhinni, hogy tehát Magyarországra is elért az idiotizmusnak ez a foka, bazd meg, hogy a Margit szigeten, és azért ahhoz valahogy nagyon ki kellett mászni, hogy a rekordtánra essen egyébként. Tehát az... Krisztián, itt vagy már? Uh-huh. Tehát éppen arra fűzött rá Fifika itt a bohóc betiltás és a vidámpark betiltás után, hogy a selfie kamerát is tiltsuk be, mert hát itt ugye az agyas magyar lány meg a Margit hídról pottyant le a rekordtánra a futókörre, tehát bazd meg, ez óriási. Nem. Amerikában kanyonba zuhantak, folyóba fulladtak, nem tudod, valami eszméletlen, érted. Én egyébként pont a mai napon gondolkoztam nem erről a sok halálról, hanem hogy az, hogy a telefonba besűrítették, és kötelező jellegű most már minden telefonban a gombostű fejnyi CCD, de egyébként 28 millió pixel, és mindenki fotóművész lesz, bazd meg, meg csinál egy Facebookos kispista fotografit, és akkor oda fölrakja a élete nagy műveit. Hogy mi szükség van erre? Most már minden egyes pillanatában az életnek, bármikor ott van a zsebedben a kamerás telefon, ami egy részt jó, másrészt meg csak termeli a digitális hulladékot szerintem. Tényleg hány
nézd meg a telefonodat, hány olyan fényképet csináltál, amit valahogy előhivatsz, vagy elrakod, vagy rendszerezed, vagy megnézed mondjuk egy év múlva. Hát elenyésző számú. És akkor, tehát igen, ez a Darwin díjas. Erre jó a selfie kamera, hogy lehújjunk a hídról. Még jó, hogy nem a izébe esett, hallod a kép címe az utolsó mosoly. Igen, de reméljük, hogy valamilyen vízálló telefonnal csinált, hogyha vízbe pottyan, akkor utána még azért elő lehessen szedni a telefonból. Most nézem, hogy beraktam véletlenül én is a Zoom reportot. Jó, akkor ez a három téma, pipa, cica. Mújóé a következő. Én vagyok a következővel, igen. Teljesen érdekes a történet, hogyan vezessen föl, mert nagyon érdekes aspektusai vannak a dolognak. Igen, ez a szesztilalmas vonalról átvezetve az egészet, mint ahogy te is mondtad, Charlie, hogy tudjuk jól, hogy a tilalom az egyfelől érdeklődés szül, másfelől meg... Jaj, hosszú volt ez a nap. Sok volt a sör. Érdeklődést és fekete piacot szül, de ahogy a másik oldalát megnézzük a dolognak, Magyarország ugye ilyen 25% körüli dohányzás gyakorisággal küzdköd nagyon régóta, és nem nagyon sikerül ezt érdemben lejjebb tornászni, és a nagy tiltásokkal szemben vannak olyan országok Európában, ahol nem teljesen őrültek az emberek, és van lehetősége a dohányosoknak arra, hogy valamiféle épkézláb alternatívát találjanak, épkézláb alatt értsd, ami működik az embereknél, ellentétben a hagyományos leszoktató terápiás módszerekkel. És ha megnézzük mondjuk Angliát, ahonnan néhány héttel ezelőtt jött az elmúlt 40 évben a második legnagyobb megfigyelt dohányzási gyakoriság zuhanás, amivel gyakorlatilag Svédország után Európa második legjobb dohányzási mutatóival rendelkező országa lett Anglia, ahol valami 15,8% környékén van a dohányzás gyakorisága a lakosságon belül, a 18 éves lakosságon belül, és a naponta dohányzók meg azt hiszem 15% környékén vannak. Azt tudjuk, hogy ez Svédországban, ahol ugye ott a snüsz az 5% környékén van, szemben a magyar 25%-kal. És ez az a két ország, ahol egyrészt ugye Svédországban a snüsz, mint dohányzás ártalom csökkentő alternatíva, Angliában pedig, ahol gyakorlatilag az egyetlen olyan ország, ahol nem üldözik ész nélkül az elektromos cigarettázást, teljesen érdekes módon ez a béka segge alatt van. És kijött közben a hivatalos angol kormányzati álláspont, a nagy grandiózus terv a dohányzás visszaszorításáról, és a pontos szám, amit az angolok nézegetnek, már is megnézem, nem, az nem ott van. Igen, 2022-re, tehát 5 éven belül ezt a 15,5%-ot 12%-ra tervezi csökkenteni Anglia, és egy ilyen nagyon tényleg hivatalos kormányzat által kiadott kis jelentés, meg ilyen projekt összeírás, és szó van benne az elektromos cigarettáról is, hogy igen, mint ártalomcsökkentő alternatívát támogatni kell, igen, be kell fejezni az elektromos cigarettázók módszeres vegzálását, a különféle helyeken az elektromos cigaretta használatnak a tilalmát, mert ez mind arra vezet, hogy az ember ne használja az elektromos cigarettát, tehát ne éljen az ártalomcsökkentés lehetőségével, tehát éljen az ártalommal, tehát csináljon magának baromi rossz dolgokat. És ezzel a fajta modern megközelítéssel még esélyük is van rá, hogy ez működjön. És azon gondolkoztam, hogy ez a hatalmas zuhanás az elmúlt években, ami megfigyelhető volt az angol dohányzás gyakoriságban, ugye nincsen arra felmérés, általában nem kötik ezt össze azzal, hogy mennyi köze van ehhez az elektromos cigarettának, mert nem ilyen irányúak a felmérések, de hogy igazából csak a vak nem látja, amit már milliószor elmondtunk, hogy ahol szabadon terjed az elektromos cigaretta használat, ott elképesztő mértékben csökken a dohányzás.
gyakorisága, hogy ebben hogy nem lehet meglátni az összefüggést, azt nem tudom, de hát erre a mi szakértőink ugye mindig azt mondanák, hogy ott az, nincs rá bizonyíték, hogy ez amiatt van, és azon gondolkoztam én ezzel kapcsolatban, hogy jó-jó, hogy az ember nem akarja bevallani, pláne egy szakértőnek titulált valaki nem akarja bevallani, hogy ezt elbaszta, stb., mert alapvetően ez az alapvető mentalitás kiváltképp itt Magyarországon, ahol nehogy már arcvesztés legyen a dologból, de hogy ott van Svédország, lehet látni a számokat, és nem az, hogy ilyen 1-2% különbség, hanem több 10% különbség a magyar statisztikai adatokhoz képest. Ott van Anglia, ahol dettó 10% diffi van. És hogy hány ember élete árán akarnak ezek a magyar dohányzás visszaszorítással foglalkozó brutális idézőjelek közé, tehát szakértők foggal körömmel ragaszkodni a saját kis fantáziájukhoz. Egészen elképesztő. Mit gondoltok? Hogy az. De nem, én pont azon gondolkoztam, hogy mi lesz vajon 2018 után ezekkel, mert abszolút ilyen off-topic témába vág, de mindenki próbáljon meg higgadt maradni, nyugodjatok meg, de tervek vannak arról, hogy meghosszabbítanák ezt a borzasztóan kihasznált, az emberek úgy csüngenek rajta, mint Indiában a vasutakon, szóval a felcsúti kisvasút meghosszabbítását. Ennél fontosabb problémánk, bazd meg, nincsen a kibaszott belpolitikában, csak hogy hosszabb legyen a kisvasút, mert az nekünk jó, és kell. Na hát, és hogy ez vajon mi lesz 2018-ban? Én szeretném a méhbe betolni a kisvasutat a sínjével együtt, hát ha kapnak még érte valami pénzt, és a Emmit Korányit és a dohányzás fókuszpontot sóval behinteni, írmagjuk se maradjon, de nem tudom, hogy szerinted mi lesz 2018 után, ha itt valami változás áll be, és addig nem azt állapítják meg, hogy ugye milyen sikeres volt ez a polgári kérdőív, mert a 99,faszomhány% azt mondta, hogy azon az állásponton állnak, amint mi. Szóval, hogy lehet, hogy a végén az jön ki, hogy tulajdonképp aki elment szavazni, az jobban gondolta úgy, mint ti, akik nem mentetek el, és ezért maradunk mi. Tehát, hogyha itt változás lesz mondjuk egy év múlva, akkor szerinted ezeken a pozíciókon lesz-e változás? Hát én az Emmi Korányi viszonyában nem gondolnám, hogy lehetne változás, hogy lenne változás. A dohányzás fókuszpont az már szerintem... De a dohányzás fókuszpont most már Emmi. Igen. Igen. Ja, most már Emmi. De ugye azért tudjuk ki, ugye? Tudjuk ki. De én azt gondolom, hogy itt igazán ez a amúgy a magyar egészségügyre abszolút bejellemző ez a múlt század elejéről itt maradt tekintélyelvűség. Tehát lehet, hogy te mondasz okosat, vagy hozol valami újat, vagy kitalálsz valami új műtéti technikát, de nehogy már te mondd meg, érted, hát ki vagy te? Hát hú, hát Jézusom. És ez ilyen kis királyságokból áll. Tehát a minden egyes ilyen professzor öt kézzel kapaszkodik a jól megérdemelt asztalához. Mi mondjuk olyan példát is tudnék mondani, hogy 80 éves korában még ő aktívan papíron, aktívan dolgozik a klinikán. Nyilván már nem gyógyít, csak egyfajta státuszt tölt be, és fizetnek neki, de még mindig ő diszponál egy csomó dolog fölött, és gyakorlatilag csúnya dolog, amit mondok, de nagyon sokan haldokolni járnak be, mert a családjuknak az utolsó fillér is kell, érted, amit még az öregnél kibírnak tekerni. Ahelyett, hogy hazamenne, azt otthon töltené
boldog békességben nyugdíjas napjait. Tehát én ezt az egész katyvaszt, ami itt az országban van, azért ezt egy picit megjegyzem, fölháborítónak tartom, és hogy szembe mennek mindennel. Tehát ha egyszer valaki kimondta, hogy nem, akkor onnantól kezdve, hát az egy olyan szaktekintély, érted, vagy egy olyan tekintély a szakmába, vagy nem tudom, de 20 éve semmit nem tett már le az asztalra, ő abból él, hogy 25-35 évesen valamit csinált. Megdöbbentő. Ez olyan, mint nálad a repülőgép hajtogatós könyv, hogy te is abból élsz azóta? Igen. Igen. Én nem tudom. Ja, mondjad, Fifika, bocsánat. Nem, ennyi. Szóval én nem merengenék el annyira, vagy nem merengek el ezen ennyire. Lássuk meg, hogy mi lesz. Először jussunk el odáig, hogy menjenek el azok, akik nem akarnak elmenni. Aztán következő lépésben lássuk meg, hogy kik lesznek helyettük, mert sajátságos, érdekes állatfajta ez a politikus, és hát ugye az ellenzéki pártok nagy részénél ez az egész ártalomcsökkentés, elektromos cigaretta dolog egyáltalán nem vitte át az inger küszöböt, amikor kétségbe esetten próbáltunk támogatásra lelni annak idején. Nagyon kevesen Christian, voltak azok, akik... Micsoda? Csak jelezni szeretném, hogy megint torzulsz. Mert belehajoltam a mikrofonba. De ne hajolj bele, kívánok. Tényleg, mert elmegy a hangod ott. Elfáradt a hátam. Ugye? Nálam van az állvány. Szóval, hogy ha azt mondanám, hogy egy kézen meg tudjuk számolni, hogy hányan érezték úgy, hogy ez egy fölkarolandó ügy és téma, akkor sokat mondanék, mert gyakorlatilag egy fél tenyér is elég lenne. Úgyhogy nem tudom. Meg kell látni. Én, mint örök optimista, az adás örök optimistája, én abban reménykedem, hogy felszedjük a kisvasút sínjeit, köré tekerjük néhány embernek, akinek ez nagyon ráférne, és aztán legördítjük őket egy nagyon magas, ilyen kis nagy vasgolyóba tekerjük őket, és aztán elindítjuk őket egy lejtőn, hogy hadd szórakozzanak, mert ez van. Nem tudom, Charlie. Ez messzire vezet ez a kérdés. Dohányzás fókuszpont felelős vezetője, Pivko Krisztián, a podcastért felelős stábtagja Ficsor Zoltán és Bernárius Robert. Propaganda miniszterek, igen. Igen. Tíreztek az új Rogán Tóni. Várjál, meg kell szereznem még egy Louis Vuitton táskát akkor. Várjál már, mert én nem tudok olyan hülyén nézni, mint a német Szilárd. Az baj. Igen. Hát elég, ha összefüggéstelenül beszélsz, az meg. Kis rásegítéssel. Te mondjad, hogy káros az elektromos cigaretta, neked mélyebb a hangod. Hát ez kész. Na. Gyakorlatilag igazából, hogyha azt veszük, hogy a jelenlegi kormány egy jó példával jár elől, akkor igazából bármelyikünk bármilyen minisztériumot el tudna vezetni, mert nem érteni valamihez, azt bármilyen fronton tudjuk csinálni, úgyhogy... És amellett kiállni a végsőkig. Bár pedig a mértésben vagyunk olyan jó. Igen, szerintem a tisztességtelenségbe és a lopásra való hajlamba még van bepótolni valónk, mert alapvetően ilyen hülyék vagyunk, vagy ahogy apám szerette mondani, múja vagy édesfiam. Múják vagyunk egy ország megrablásához, de hozzá nem érteni és hülyeségeket beszélni, abban zseniálisak lennék. Szerintem sokkal szórakoztatóbbak is az észtét tegyük hozzá. Az biztos. Jöhet a következő téma? Igen. Jöhet. Ja, azt szerettem volna még elmondani, Charlie, bocsánat, kezdődik. Hogy ha viszont nem lesz változás, és ne így legyen, akkor viszont már tudom, hogy mi lesz a kisvasúttal, mert ugye már egyre cikibb, hogy senki nem utazik azon a szerencsétlen kisvasúton. Most volt valamelyik nap egy cikk, hogy egymás után 48 vagy 54 napon keresztül egyetlen egy jegyet sem adtak el.
hogy meg van reformálva most már ugye az oktatás is, meg ilyesmi, úgyhogy én már látom, hogy az lesz, mint annak idején az ilyen kötelező úttörő programok, hogy egész iskolákat vezényelnek ki kis vonatozni, hogy folyamatosan tömött maradjon. És az oktatás már úgyis olyan színvonalon van, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy benn vannak-e, vagy nem vannak, vagy nincsenek benn. Úgyhogy ilyen állandó teltházas kisvasutazás lesz. És annyira meghosszabbítják majd az útvonalat, hogy így behálózza az egész országot, és amerre mész mindenhol ilyen vidám képű iskolásokkal tömött kisvasutak mennek majd jobbról, balra, újra lesznek, balról, jobbra. És újra lesznek, hogy mondják ezt a úttörők, tudod, a kisvasúton, a jegykezelők. Igen, úttörővasút. Úttörővasút, igen. Úttörővasút. És Krisztián, tudod-e, hogy mit fognak addig a szüleik csinálni? Tudom, kérdezd meg, mit fognak csinálni? Mit fognak csinálni, Charlie? Azt fogják csinálni, amit szellemi vezetőnk az egyik reggeli Kossuth Rádiós nyilatkozatában nem átallott, bazd meg, komolyan kiejteni a száján, hogy... Vizes világbajnokságot már tudunk rendezni, de ugyanez sajnos futballvilágbajnokságra nem igaz, mert nincs elég stadionunk. Bazd meg, azt hittem, rosszul hallok, úgyhogy addig, amíg kisvasutaznak a gyerekek, a szülők majd mennek közérdekű munkában, mi ez? Stadiont építeni. Stadiont, majd piramist. Hát ha alá tudjuk temetni azt, aki az egészért felelős, pláne a kis csillogó fejű. Szerintem az kurva gyorsan fölépülne. Társadalmi munkába azonnal összehordanánk. De egyébként miért nektek nem? De komolyan, nektek nem az van, amikor így meghalljátok a himnusz, vagy láttok egy piros-fehér-zöld zászlót, vagy úgy Magyarország úgy eszetekbe jut, nektek nem az az első gondolatotok, hogy így alapvetően a létező országok lehető legjobbika, egy dologban szenved hiány még ez az ország, ha még lehetne fokozni a csúcsra járatását a tökéletes országimázsnak és a tökéletes országnak, akkor már csak néhány stadion hiányzik hozzá. Igen. Abban hiány szenvedünk. Elképesztő. Fantasztikusak vagyunk. Ebben is. Bocsánat, ebben is. És a fantasztikusról jut eszembe, mindig meg kell, hogy említsük a mi kedves Patreonjainkat, akik adásról adásra rendületlenül és eltántoríthatatlanul támogatnak bennünket, hogy itt legyen mindig a jó minőségű audio content, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a show notes-t, keresd a narancssárga Patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Köszönjük szépen. Jó minőségű audio contentet hiába is próbálom elszabotálni, mert Charlie a tökéletes berendezéseivel bársony hangot varázsol. Hát, igyekszem, de Krisztián, megolvad az autó csomagtartójában már lassan a hang elnyelő szivacs, tehát valamikor hozzuk össze, kérlek, hogy ott a mikrofonálvány, ott a szivacs, ott a rezgésgátló, építsük meg a rendszert. Vagy valami, vagy bármi. Folyton föl akarsz jönni. Te gyanús vagy. Hát a kádáros képet szeretném csinálni, egy olyan fotót, hogy árok a Kádár Jani bácsi fotója mellett, vagy festménye, mert nem tudom, hogy festménye vagy fotó, de ez, igen. Ezért... Freskó. Freskó. Ezért fetrengek éjszakánként álmatlanul itt az ágyba, hogy jaj, ha én egyszer Kádár Jani bácsi képe mellett lehetnék, jaj, de jó lenne nekem. Ja, nem azért mondanám azt, hogy kíváncsi vagyok a lakásodra, de nem, hanem egyszerűen csak szeretném a mostani kis jó indulat, a 80%-os profizmusodat 95% fölé tornászni. És ennyi. Igen, igen, ezeket a mély hangokat ráeresztettem, mindegyikünkön rajta volt a levágtuk. Krisztián, én vágtam le. Levágtam mindenkinek 80 Hz alatt, és Krisztián, nem hiszed el, bazd meg,
a tied még a low-pass filteren is mindenen átmegy, bazd meg. Tehát kirajzoltam, és így nem akartam elhinni, hogy ez mi. Ez mi? Ha leveszem, akkor minden eltűnt. Tehát a te hangodban olyan harmonikusok dolgoznak, hogy ha leveszem az aljából azt, amitől elalszanak a hallgatók, akkor kiölöm a lelket a te hangodból, és az nem jó. Tehát meg kell béküljünk ezzel, hogy Krisztiánnak ilyen a hangja, de az biztos, hogy rádióba nem vennélek föl. Hát ilyen éjszakai sávba maximum, ja. Lehet, hogy kéne neki venni ilyen effekt processzort, tudod, és akkor így Darth Vaderként tudna beszélni. Hát figyelj, itt van a keverő, majd akkor átviszem hozzá, és megnézzük, milyen Darth Vader hanggal. Ja. És van még egy... Bocsánat, mondjad, egyébként. Ha nem is rádióba, de volt régen az a mesemondó szolgálat, amit nyilván azért hívtak fel a szülők, hogy a gyerek aludjon el. A telefonos, ugye? Micsoda? Az a telefonos, hogy fölhívtál egy számot, és igen, akkor a mese elkezdődött. Piaci rés. De valami neked elég volna, Krisztián, csak így egy ilyen végtelenített fölvétel, ahol csak ezt mondod. Böm-böröm-böm-böm-böm-böm-böm-böm. Hát vagy, hogy képzeld el azt a jóga stúdiót, ahol Krisztiánnak a hangja menne a háttérbe, hogy om, om. És akkor így egy idő után így minden jogázó így eldőlne a picsába, és ott horkolnának a szőnyegen. Hogy miért nem mentem anesteziológusnak? És amit ott megspórolnál. Jó napot ki. És már alszik is. Mekkora a tömege? Nem kell ide számolgatni. Ledöbbentem, és ez nagyon off téma, aztán mehetünk tovább, hogy alacsonyabb lett az orvosképzésben a ponthatár, bazd meg, mint egy bölcsész szakon, vagy valami faszom tudja, mi nem tudom, meg Corvinus, vagy picsa tudja, hogy milyen népszerű szak most, de hogy tegnap óta minden fiatalabb ismerősöm rakosgatja ki a felvették képeket, és hogy innen jött, hogy az meg nem csak az oktatás színvonala, de a ponthatár is süllyed. Hát így leszünk 10 millió orvos országa. Hülye vagy? Az. Aj, borzasztó. A 10 millió orvosról jut eszembe. Ma az a srác, akinek eladtam az ájt. A Péterfibe volt pont vizsgálaton, ott, hát nem azt mondom, hogy a környékeden, de tőled van a legközelebb, vagy hozzád van a legközelebb, és hogy mondja, hogy hát mévénes trombózissal vizsgálták. Hát azt mondom, az végül is ilyen csinos kis betegség, tehát egyszer induljon meg, aztán abból semmi jó nem sül ki. De hogy az orvos is csak annyit mondott a papírját olvasva, hogy autentikus leszek, hű, bazd meg. Ezt meg hogy? És mikor az orvos ilyet mond, akkor ugye elbizonytalanodsz, hogy hát igen, ezért jöttem, mert nem tudom. És a magyar orvos, nem az orvos tudománya, ez a nem BT-re, mi az anyámra? Egészségbiztosításra igénybe vett orvos tudomány, az sehol nincs. Természetesen, hogyha elmész magánrendelésre, ugyanaz az orvos esetleg meg tudja fejteni, mert akkor nem tudom én, így a magánpraxisban megjön az ész, vagy rájön, hogy mi a bajod, de nem tudják neki még mindig, hogy mi a túró van. Hát mondom, és azzal így lézengsz, meg járkálsz, vagy hogy van ez? Hát én az úgy tudtam, hogy ez nem olyan vicces, hogy ezzel járkál, meg mozog az ember, meg ücsörög, vagy faszom tudja. Hát ja, ez van. Na mindegy. Bo. Orvostudomány. Magyarország. 2017. És ha ezzel megvagyunk, akkor jöjjenek a kis színesek. Az egyiket te szolgáltatod, Mújó, a másikat pedig én. Az enyém az egész rövid, és igazából még csak kommentelni sem kell. Én egy könycsepet elmorzsoltam azért, hogy már megint szarkontinensen születtem, ugyanis Aaron munkatársakat keres. Aaron, ahogy akarjuk, úgy mondjuk. Te is azt mondtad a színpadon, hogy Jimmy Jake Show, az közben sa. De mindegy. Szóval én úgy érzem, hogy most kezdik el lezárni ezt az egész világ körüli utat.
aminek már itt volt az ideje, bassza meg, tehát már 2 éve turnézgatnak, már kezdtem irigy lenni, és megosztott egy doksit, hogy szeretnének mindenféle előadó művészekből, tévés, filmes, zenés vonalon összegyűjteni valamit, egy adatbázist, vagy csak olyan embereket maguk köré gyűjteni, akikkel lehet együtt dolgozni, és itt egészen az érdeklődési körtől a mennyi időd van rá egy héten, hogy szeretnél javadalmazást, mennyi utazás férne neked bele, és a többi kérdés. Úgyhogy most sajnáltam nagyon, hogy bassza meg, na, nem jó kontinensen vagyok, azért ráírtam, és mondta, hogy hát végül is csak egy pocsolya választ el bennünket, tehát bármikor. Bíp, 1-2 mondat, Charlie. Igen, azért nem tettem a mondat végére pontot. Szóval, aki esetleg hallgatja a podcastünket, tud magyarul, de mondjuk angolul is, és Amerikában van, akkor keresse meg az Attention Era médiát, és hát, ha tudnak valami jó dolgot együtt csinálni, ez lett volna az én kis színesem. Majd belinkelem az Attention Era-nak a posztját. Hát igen, milyen fun lenne dolgokat csinálni Aeronékkal, de hát messze laknak, így vagyunk egymásnak mi, hogy dolgokat csináljunk együtt, és nem kell semmi rosszra gondolni. Viszont... Egész eddig senki nem gondol semmi rosszra, de miután ezt mondtad, na most már aztán. Most már mindenki találgat. Mit csinál? Ne gondolj a kis sárga elefántra, vagy hogy szokták ezt mondani. A következő kis színesünk pedig David Görlitz, ex-Winston Man barátunk, hogy ne menjünk messzire Aarontól. Nemrégiben elkezdett blogolni, van neki saját blogja, és osztja meg a dohányzás ártalomcsökkentéssel kapcsolatos gondolatait a former Winston Man WordPress.com-on, és nem annyira tesz féket a szájára, úgyhogy eléggé sarkos véleménye van a dohányzás, szabályzás megmondó embereivel kapcsolatban. Úgyhogy aki tud angliusul, annak szerintem érdemes bele-bele olvasnia a kis írásaiba. Az nekem még csak mostanában esett le, vagy eddig elkerülte a figyelmemet, egy beszélgetésben jött velem szembe egyébként Daviddel kapcsolatban, hogy valaki mondta neki, hogy vagy kérdezte tőle, hogy és ő tényleg akkor Winston szívott, ha már reklámozta, és mondta, hogy nem, hát ő a forgatáson is Marlborót szívott, tehát ő amikor dohányzott, ő Marlborót szívott. Hát az így menő. Sziasztok, Winston Man vagyok, és a miénk a legjobb dohány a világon, és akkor utána csapó, és akkor így előkapja a Marlborót, az rádurrant egyre. Ez az én kis színes a színesben mondatom volt. De Fifika is mondhatja, hogy mi a észrevétele. Mondjuk, hogy ezt én mondtam, oké? Okay? Uh-huh. Jó. Nekem van még egy kis színesem, de ez abszolút nem. De ártalomcsökkentés hozzánk tudjuk kapcsolni. 2040-re az Egyesült Királyságban betiltanák a benzin és, tehát tisztán benzin és dízelolaj, vagy gázolaj alapú motorokat, már hogy gépjármű motorokat, autókat, és ugye reális esélyt is látnak. Kíváncsi lennék, hogy mi lesz ebből, vagy mi nem lesz ebből. Ez nem azt kell értsük ez alatt, hogy 2040-ben minden benzinautót bezúznak a picsába, de az a kifutást meghagyva nekik, meg korlátozva azt mondják, hogy áttérnek a tisztán elektromos vagy hibrid meghajtásra. Úgyhogy vélemény? Odáig még azért szerintem marha hosszú lesz az út egyrészt. Másrészt pedig ugye ennek akkor van értelme, hogyha azt az energiát, amivel töltöd az autót, azt is zöld energiából tudod megújuló. Szénerőmű, bazd meg! Energiából tudod előállítani. Ugye a másik pedig a cellák,
kapcsolatos rész, hogy, hogy azoknak a környezetszennyező mi volt a... Ugye már a hatótávolságról nem is beszélek, mert azt most már lassan azért tudják, hogy egy föltöltéssel azért ilyen 500 kilométer körül el lehet autózni, de nyilvánvaló, és egy gyors töltés, ugye, de most már talán arra is van valami, valahol olvastam, hogy valami iszonyú gyorsan tudnak majd tölteni ilyen mikrocellás. Hát én még igazából azt várom, amit te mondtál, tehát ezt a hagyományos mostani értelemben vett energiacellát én nem tartom rentábilisnek. Előállítás, használat és a majdani elhasználódás feldolgozás szempontjából sem, de én legyek az, aki nem jól látja és károg. Én várnék még valami borzasztó átütő dolgot, ami beszivároghat az elektromos cigarettáinkba is, és tényleg egy perc alatt annyit bele tudunk rakni, hogy utána 2-3 órán keresztül tudjuk még használni. Ezt várom, ezt a pillanatot, ezt a technológiát minden szempontból, és hát igen, valóban, tehát azzal adunk a szarnak egy pofont, hogyha Kínából vesszük az energiát, szénerőművekben, az meg nem látják a 10 méterrel arrébb levő embert, és a napos utcakép egy vászorra van festve nekik, hogy lássanak ilyet is. Egyébként pont a minap vett, az ismerősöm lecserélte a borzasztó, nem tudom én hány literes jaguárját, kiszámolgatta a matekot, és hogy 2-3 millió forint között költ benzinre csak bazd meg egy évbe, és lecserélt egy BMW i3-ra. Amit én értek bazd meg, csak hogy 200 kiló, azt mondják papíron 260, egyébként 200, egyébként beleállt valaki más is, aki mondta, hogy kicsi fiú, azért maradjunk abba, hogy majd, ha elmúlt egy éves az energiacellád, akkor térjünk rá vissza, hogy az mennyi az a 260, mert egyébként nekem volt olyan, mikor, nem nekem, hanem aki írta az ismerősömnek, hogy járt úgy, hogy jött haza télen a gyerekekkel valahonnan Győr vagy Sopron vonalából, és az autópályán bizony le kellett kapcsolni a rádiót és a fűtést, mert nem ért volna haza. A gyerekek ezt nem veszik mindig ám olyan jó néve, hogy apu látszik a lehelletünk a kocsiba, tehát egy ideig vidám, de utána már rajzolj nem... az ablakra, kisfiam. Igen, és belülről is tudsz jégvirágot rajzolni. Szóval nem. Tehát az, amit egyébként pont most olvastam, hogy az Opel Ampera, az új verziója, ami ugye kint Chevy Boltként fut, ez basz meg 500 kilométer, és ettől már meg vagyunk hal, hogy 500 kilométer. Kevés még az, de már majdnem annyi, mint amennyivel egy normális autónak rendelkeznie kéne. A Tesla szintén, tehát ezek azért már kezdenek jó irányba menni. Csak még mindig én az üzemanyagcelláktól nem vagyok megnyugodva. Nehogy úgy járjunk, mint a nukleáris fűtőelemmel, hogy addig jó, amíg használjuk, csak utána az meg valamit nagyon kéne vele csinálni. Ássuk el a faszomba a földbe. Tehát föl kell dolgozni utána ezeket a méregdrága cellákat, és az mondjuk annyira nem nagy díla, hogy utána olvasgattam, hogy egy ilyen komplett akupak cseréje az majdnem az avultatott értéke az autónak. Tehát annyi nem, de mondjuk mit tudom is én, ilyen 2,5-3 millió környéke. Mondjuk annyit nem adnék ki vidáman mondjuk 3 évente. Azért, mert a telefonnál azt úgy meg tudod emészteni, hogy nem bír már annyit az aksi, de mikor mennél haza, és mondjuk két piros lámpa között állnál meg, és így végérvényesen, akkor így mit csinálsz? Miről bikázol, vagy hogyan? Tehát az nem... De én mindenféleképpen ezzel, bocsánat, hogy csak befejezem, hogy tehát én ezzel szemezek már évek óta, hogy valami, ha nem is tisztán elektromos, de valamilyen hibrid cuccot venni, és az kurvára nem az, hogy megnyugtatná a lelkemet, de szerintem tök metál dolog lenne. Van egy gőzlértársunk, aki nemrég cserélt egy ilyen hibridre, nem mondom ki a ő nevét sem, meg az autóét sem, de L betűvel kezdődik az autó, és kurva jól néz ki, és kurva jó lehet biztos, hogy az átlagfogyasztásod... Igen. A Ladában van X? Oké. Okay. Szóval, hogy ilyen 2,5 literes átlagfogyasztás így mindennel együtt, azért az elég metál mondjuk egy 3 literes, 3,5 literes motortól. Hát tehát az elektromos autó a városi araszolásba verhetetlen. Érted? Igen. Az...
semmi nem tudja überelni. Igen, még ezeket a nagy távolságokat kell valahogy áthidalnunk, de én megint attól félek, hogy ami most, ez olyan kicsit nekem, mint a, majdnem azt mondtam, hogy nitroglicerin, bazd meg. Mi volt az, mi az E85-nek a hivatalos neve? Üzemanyag? Etanol. Ja, etanol. Etanol. Tehát etanol. Amíg annyira nem terjedt el a dolog, addig fú, bazd meg, ezen nincs jövedékkiadó. Ez kurva jó. Most is ez van, tehát ez a bemész a plázába, és ingyen tankolod az elektromos autódat, állsz az utcán, és ingyen tankolod az elektromos autódat, nem fizetsz utána parkolási díjat. Aztán majd, mikor átérjük azt a kritikus tömeget, átlépjük, akkor hát már most is az egyik ismerősöm tovább képeztette magát, és ő már telepíti ezeket a fizetős kútoszlopokat, ami nem ingyen lesz. Fizetni fogsz. Nem lesz drága, de fizetni fogsz. Tehát aztán majd rájövünk, hogy hát ebben is van deal, aztán ez se lesz már akkora deal. Maximum annyi, hogy hát nem. Igen, azt valaki elkezdte egyszer számolni, hogyha mondjuk ilyen 1000 kilométert bele tudnak tenni a kocsiba, ahhoz mekkora teljesítményi akkumulátor kell, és mondjuk azt 20-30 perc alatt akarod tölteni, ami egy ilyen tök normális idő, akkor ám ott áramot kell előállítani elég tisztességesen, és nem hiszem, hogy az otthoni hálózatod erre mondjuk képes lesz. Tudod, majd megcsapolod a izét az egyik villásdugódat, és akkor a 16 amperes egyik szája lemegy. Jaj, hallod, és mikor rádugod a kocsit a töltőre, akkor így mondjuk a társasházban laksz, akkor az egész társasház így egy picit meglobbannak a lámpák, bazd meg, így egy picit elsődétül. Mi az? Áramszünet? Társasház, a háztömb. Igen, és akkor mi az? Semmi, csak a szomszéd földugta töltőre a kocsiját. Igen. Hát meg amiről nem esett szó még, hogy alapvetően a belső égésű motorokat, akkor ez a teherszállítást is kéne, hogy érintse, és amit itt beszélünk 500 kilométerekről, meg ilyesmiről, ezek személyautók, tehát most képzelj el egy ilyen 20-30 tonnás szörnyet. Az szép lenne, hallod, meg, mikor áll mondjuk 2 napig, mert hát biztos úgy töltöm. De nem is az, hanem képzeld el, hogy mennyibe fog kerülni a kenyér, meg a tej, amit szállít, mert hogy ezek a valahova át kell hárítani az extra. Hát most meg nem mondom neked egyébként, de azt hiszem, hogy a valamelyik kamionos cég már megcsinálta Tesla mintára, nagyon future, nagyon design. Igen. Igen, csináltak egy ilyet már, és valami, hát nem azt mondom, hogy irdatlan nagy hatótávja van, de ilyen 1000 kilométer környéke. Csak igen, hogyha mögötte van mondjuk 23 tonna, az már nem biztos, hogy olyan vidáman vonja. De ott aztán van energia visszatermelése, amikor elereszti a gázpedált és fékező üzemmódba kapcsol, tehát tényleg lehet benne ráció, csak még mindig én ezektől kapok sikítófrászt, ezek a lítium-ion cellák mindenhol, tehát ez nagyon drága a lítium, előállítás, a kitermelés, a használat, a feldolgozás utána. Kínaiak nem azt használják, csak. Kezében robbant föl a személyautó. Mit mondtál, Fifika? Kínaiak nem azt használják, van egy kínai cég, amelyik a londoni elektromos buszokat is gyártja, a BID, és ők valami grafit technológiás aksival. Az a grafén, hát persze van a izébe is, ilyen lipócellákban is, most már ezek a grafén cuccok mozgolódnak, nem sokkal drágábban egyéb, tehát mit tudom is, én most ilyen kis cellákat mondok, amit én veszegettem, az volt 35 dollár, vagy 35 euró, bocsánat, mindegy, csak a nagyságrend. Ez 35 euró mondjuk, és ez a másik, ez a grafitos, vagy grafénes, vagy faszom tudja mi a hivatalos neve, az meg volt 37. Tehát nem volt egy Törni G, mi, lipóban. Mert ezt mostanában dobta föl egyébként. Azt mondja, hogy nem az, mindegy, lényegtelen. Be the first to know. Ja, és ez a kínai cég épít gyárat Magyarországon. És mit fog csinálni velünk? Hogy? Mit fog csinálni velünk? Itt fog termelni hova?
európai piacra, vagy... Buszokat gyárt, aha. Aha, zsír. Nem is emlékszem, hogy mikor Londonba tehát ott már ilyen buszok közlekednek? Mert nekem igen, volt, mint ilyen gázos lett volna, ha... Elektromos busz az már, és nagyon pepecek, és piszak jó tapasztalataik vannak, és tudod, ők úgy töltenek, hogy kivehető a cellasor. Ja, tehát kiveszik a cellát, bebasszák az újat, aztán mehet tovább. Bebasszák az újat, azt megy tovább, aha, persze. Az úgy metál. Az igen, ez olyan lenne, fifika, benzinkút, és mint régen a Vadnyugaton, mikor lovat cseréltél, csak itt azt mondod, hogy kérek egy új cellát, és kihúzzák a kocsitból, bedugják az újat, mehetsz Isten hírével. Valamennyi forintér, vagy valami. Egyébként érdemes megnézni, tehát bypd.com a weboldaluk, és érdemes megnézni a busz kínálatukat is, de akár, tehát ők gyártanak hibrid személyautót, EVS-nek hívja a full elektromost, és gyártanak hagyományos meghajtású autókat is. Elképesztő, tehát mi azért itt picit tapogatjuk ezt a technológiát, ők meg azért a világvezetők ebben a sztoriban. Mi is hülyeség, amit Charlie mond egyébként, mint ezeknél az otthoni szódás készülékeknél, amik ezzel a nagy CO2-es patronnal működnek, vagy mint a PB gázpalack cserénél, tehát ilyen göngyölekszerűen cserélni a dolgokat. És de Krisztián, ez nem új dolog, hát a posta szolgálat régen így működött. Tudod, pihent lovak voltak minden ilyen állomáson, ahova odaértek. Ja, és akkor mindig lecserélték a lovakat, azt mentek tovább. Tehát abszolút működtethető a sztori. De ezt a... Csak akkor gondolom, lenne egy akkumulátordíjad, amit évente fizetsz, vagy hát vagy tudom, gondolj bele, hogy mit tudom is én, ő rádugja egyből a cuccra, az kijelzi neki, hogy a te aksid az a eredeti kapacitásnak tudja mondjuk most már csak a 70%-át, akkor egy újra cserélek neked mondjuk lenne 500 forint, plusz még azért, mert te újabbat kapsz, mint a régi, mondjuk fizetsz még 700 forintot, és akkor így meg lenne 1200-ből a tankolás 5 perc alatt. Azért ez zsír. Na, átmentünk ilyen izébe, energiahatékonyság podcastbe, zsír. A futurológia, ez Charlie, akármerről is. Nem, szerintem ez, a technológia már megvan, tehát innentől kezdve ez már semmi futurisztikum nincs ebben. Mi csak mondjuk itt az ötleteket. Hú, ha erre a Demiére szabadulna. Mondok sokkal értelmesebbet, mint a Demié, hogy kiverjük a fejünkből. Ugye a sorozatba akkor berakom a Trónok harcát, de ami az én személyes kedvencem, az egyik, az a Bowlers, elindult ő is, nem tudom, nézitek-e? Nem. Nem tudom, mi az. Dwayne The Rock Johnson. Ó. Amerikai, jaj, Krisztián, igen, tudom, ezt itt basztam el. Tehát foci, sporttal kapcsolatos film. Ja, én azt hittem, hogy bálozók. Nem. Szóval... Igen, Dwayne The Rock Johnson, bazd meg, a félig kitetovált vállával bálozók. Na, hát nem. Első bálozók, igen. Első bálozók. Vannak benne olyan nénik is hiányos ruhában, akik első bálozók, de nem. De szerint ez a lehet ilyen reality sorozat is, ilyen, a világ bája, és akkor jönnek a Füredi Anna bára, Dwayne The Rock Johnsonnal, és hasonló, hogy körbeaknézzák a világot. Harmadik évadnál jár, úgyhogy nem gondolnám, hogy még bármiről is lecsúsztál volna. Tudod, miről csúsztam le? A Fear the Walking Deadről. Ne, abba maradt valahogy ott az utazásom előtt, és egyszer-kétszer belenéztem kint, meg is ijedtem tőle, hogy mit látok, és nem merek most cikkeket olvasni, most már tényleg annak is neki kéne állni, mert hogy lassan megjön a Walking Dead, tehát olyan spoilerek vannak, jönnek előzetesek, hogy magam alá fosok még mindig a négentől, de hát gondolom ezt se nézed azóta. Nem, de ősszel indul a Supergirl. Na jó, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok. Super. Tényleg jó volt veletek. Supergirl, bazd meg. Mi lesz még? Így, hogy kitárgyaltuk, hogy Dwayne Johnson nem bálozókról forgat filmet, hogy folytatódott a Trónok harca,
beszélgettünk aksikról, beszélgettünk vidámparkokról, bohócokról, úgyhogy mindenféle off-topic témáról is az e-cigaretta mellett, de erre a hétre bezárjuk a kiskaput, jövő héten találkozunk, remélem, hogy a szerdához vissza tudunk térni, csak most nagyon közbe jött minden, mindenkinek nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok, osszatok meg minket Facebookon, dobjatok egy lájkot, nem tudom miért mutatok a monitor felé, de biztos többen fogják lájkolni, hogy a monitor felé mutatok egy hüvelykujjat, úgyhogy én ennyi lettem volna, köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Köszi, sziasztok!